A béke barátai néven alakult új csoport az ENSZ-ben, Magyarország is a tagja, mielőbbi béketárgyalán sürgetnek. Parlamenti választásokat tartanak holnap Ausztriában, a migráció ellenes jelenleg ellenzéki szabadságpárt nyerhet. Egyre több helyen takarítanak, miután visszahúzódott a Duna, Baján sok ártéri ház viszont még vízben áll. Országszerte sikeres volt a légimentős véradó akció, egyetlen véradással akár 3 ember életét lehet megmenteni. Ez a Híradó este 7:30-tól az M1-en és a Dunán. Köszöntöm Önöket, Jakab Szintia vagyok. Magyarország részvételével megalakult a Béke Barátai nevű csoport az ENSZ-ben. A csoportnak tagja többek között Kína és Brazília is. Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, a tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében. Szijjártó Péter tegnap felszólalt az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén is. Azt mondta, idézem, a nemzetközi politikának vissza kell térnie a kölcsönös tisztelet talajára, és előtérbe kell kerülnie a diplomáciának. Magyarország a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdésének pártján áll. Egy hete utazott Volodymyr Zelenszky az Egyesült Államokba, hogy bemutassa az általa Ukrajna győzelmi tervének nevezett elképzelést, illetve hogy pénzt és fegyvert szerezzen a háború folytatására. Az ukrán elnök azt is el akarta érni, hogy feloldják a korlátozásokat, amelyek miatt Kijev nem támadhat mélyen orosz területeket a nagy hatótávolságú nyugati rakétákkal. Volodymyr Zelenszky az amerikai elnökkel is tárgyalt, aki ismét biztosította, Washington Ukrajna mellett áll. Joe Biden viszont nem beszélt a mélységi támadásokra vonatkozó tiltások feloldásáról, hanem egy újabb 8 milliárd dolláros fegyvertámogatási csomagot jelentett be. Arra is utasítottam a Pentagont, hogy a hivatali időm végéig, azaz január 20-áig ossza ki az összes fennmaradó, Ukrajna számára előirányzott támogatási forrást, ez pedig erősíteni fogja Ukrajna pozícióját a jövőbeli tárgyalásokon, mondta az amerikai elnök. Az ukrán elnököt fogadta Donald Trump is. Volodymyr Zelenszky a győzelmi tervéről akart egyeztetni a republikánus elnökjelölttel, mert további amerikai támogatásra van szüksége a háború folytatásához. Azt hiszem, közös a véleményünk, hogy az ukrajnai háborút meg kell állítani, és Putyin nem győzhet, és az ukránoknak győzniük kell, illetve szeretném megvitatni önökkel a győzelmi tervünk részleteit, közölte az ukrán elnök. Donald Trump viszont kijelentette, ha megválasztják, akkor az ukrajnai háború gyors befejezésén fog dolgozni, amiben mind a két felet, vagyis Ukrajnát és Oroszországot is be fogja vonni. Nagyon jó a kapcsolatunk az ukrán elnökkel, és mint tudják, Putyin elnökkel is nagyon jó a kapcsolatom. És ha mi nyerünk, akkor szerintem nagyon gyorsan megoldjuk a problémát. Tényleg úgy gondolom, hogy megoldjuk, közölte Donald Trump. Kettős vereséggel tért haza Volodymyr Zelenszky az Egyesült Államokból, így értékelt a német Die Welt, amelyről a Magyar Nemzet számolt be. A lap szerint az ukrán elnök konkrétumok helyett mindössze felrázolta a győzelmi tervét, Joe Biden pedig nem engedélyezte a nagy hatótávolságú nyugati rakéták bevetését oroszországi célpontok ellen, ahogy Donald Trumpnál sem járt sikerrel. Nyilvánvaló, hogy a válaszok, amit a globális és európai közösség próbált adni, nem hozta el a békét, közölte Szijjártó Péter New Yorkban. A külügyminiszter az ENSZ biztonsági tanácsában egyértelművé tette, a szankciók elsősorban Európának ártanak, és a fegyverszállítások is csak az áldozatok számát növelték. Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdését sürgeti, ahogy továbbra is él az ajánlat, hogy a béketárgyalások helyszíne Magyarország legyen. Az a probléma, hogy amikor a béketörekvések vezetőit keressük, akkor azt, aki a békét említi az ukrajnai háborúval kapcsolatban, általában megbélyegzik, megvádolják és támadják. Politikailag, pénzügyileg, jogilag és néha fizikailag is. Mindannyian ismerjük a szavakat, amelyek közül válogathatunk, báb, kém, trójai falu, és így tovább. Ha valóban a béketörekvések vezetőit keressük, akkor véget kell vetnünk annak, hogy a békeszót manapság egyesek egyfajta szitokszóként használják.
mondta Szijjártó Péter kiemelve. A nemzetközi politikának vissza kell térnie a kölcsönös tisztelethez, és az nem diplomácia, ha valaki csak azokkal áll szóba, akikkel mindenben egyetért. A kínai külügyminiszter közben külön köszöntötte Magyarországot az ukrajnai válság tárgyalásos megoldását célzó Békebarátai nevű csoport megalakításának ötletéért New Yorkban. Wang Yi rámutatott, a magyar állásponthoz hasonlóan a globális dél országai is felismerik, hogy nincs megoldás a harctéren, a kiút egyedül a politikai rendezés lehet, a Békebarátai csoport célja pedig, hogy erősebb legyen a hangja a tűzszünet és a béketárgyalások mellett érvelőknek. Legalább 90 meghaltak, 10 pedig megsérültek a kelet-ukrajnai Szumiban, amikor orosz dróntámadás ért egy kórházat. Kijev szerint az oroszok csaknem 90 pilóta nélküli légijárművet indítottak, és bár nagy részüket az ukránok kilőtték, a kórházat így is többel találta. Közben Kurszk régióban az ukránok törtek előre, ezért az oroszok folytatták a lakosság kimenekítését. Hangos durranást lehetett hallani szombat reggel, amikor egy orosz drón eltalálta a kelet-ukrajnai Szumi egyik kórházát. Ezután a tűzoltók megkezdték a betegek evakuálását. Ekkor azonban újabb pilóta nélküli légijárművek csapódtak be. A támadásban a környező épületek is megrongálódtak, a közelben álló autók kigyulladtak. 100-nál több embert menekítettek ki, de halálos áldozatok is voltak. Az orvosok szerint a kórház teljesen használhatatlanná vált. A recepció és a baleseti sebészet is megsemmisült, a másik oldalon pedig összeomlott a legfelső emelet. Minden beteget evakuáltunk. A legsúlyosabban sérültek már mind más kórházakban fekszenek, most a többi páciens elszállításán dolgozunk, mondta az intézmény vezetője. A támadás után Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Azt üzente, a világon mindenkinek oda kell figyelnie arra, hogy Oroszország mit vesz célba. Kórházak, polgári objektumok és civil emberek élete ellen folytatnak háborút, fogalmazott az ukrán elnök. Pénteken a Duna partján a román határ közelében fekvő Izmailt is légicsapások érték, több lakóépületet is eltaláltak. Izmailban szombatra gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére. Számos emeletes ház megrongálódott, 12 ember megsérült, egyikük állapota jelenleg is súlyos. Sajnos 3-an meghaltak, számolt be a város alpolgármestere. Több település azonban megmenekült. Az ukrán légvédelem szerint több mint 80 drónt lőttek le, néhányat a frontvonaltól messze, Kijev környékén. Állításuk szerint 2 orosz cirkáló rakétát is ártalmatlanítottak. Közben Oroszország is folyamatosan fejleszti a légvédelmét. Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök egy gyakorlótéren beszélt az egyre gyakoribb ukrán támadások elleni védekezésről. Az utóbbi időben az ellenség egyre gyakrabban vesz célba kisebb célpontokat, általában nem csak a katonai, hanem polgári infrastruktúrát sem kímélik. Ezért különösen fontos, hogy a több lépcsős légvédelmi rendszerünket időben be tudjuk vetni, mondta a korábbi államfő. Ez alatt a szárazföldön is folytatódtak a harcok. Kurszk régióból az elmúlt napokban újabb 200 embert evakuáltak az ukrán előretörés miatt. Az orosz kormány szerint eddig több mint 10 000 embert kellett menedékhelyeken elszállásolni. Az orosz-ukrán háborúban senki nem tud győzni. A magyar kormány éppen ezért a békét és a tűzszünetet szorgalmazza. Erről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás azt mondta, a háborúban óriási károk vannak, rengetegen meghalnak és családok mennek tönkre. Nem beszélve az egész Európát sújtó energiakrízisről, a háborús inflációról, a gazdasági hatásokról, valamint a konfliktus eszkalációjának veszélyéről. Ukrajna egy hősi háborút vív le a kalappal, nagyon komoly teljesítményt nyújtanak ebben a háborúban. Mi elismerjük a területi szuverenitást, integritást és a legnagyobb humanitáris akciót hajtjuk végre Magyarország történetében. A baj az, hogy nem fognak győzni, és az oroszok sem fognak győzni. Ebben a háborúban senki nem tud győzni, nem tud, itt mindenki veszít. Magyarország gazdasági értelemben egyfajta hidat képezhet a nyugat és a kelet között az M1-nek nyilatkozó elemző szerint. Pásztor Szabolcs azt mondta, egy olyan kis nyitott gazdaságnak, mint a magyar, az